jól tudjuk azt, hogy az Egyesült Királyságban a parlamentarizmus működésének a tanulmányozása nagyban hatott arra, hogy Tisza egyébként a politikai aktivitás terepének a parlamentet tekintette. Nyilván a közéleti szereplése, a pártpolitikába való bevonódás az, hogy viszonylag korán már képviselővé vált, és a korabeli közgondolkodás is nagyban hatott Tisza külpolitikai nézeteinek alakulására, és mondhatjuk azt, hogy meghatározó tényező természetesen az is, hogy a második miniszterelnökségétől a világháború végéig egy nagyon aktív napi szintű külpolitikai aktivitást kellett gyakorolnia, tehát egyre többet foglalkozott külpolitikával. Az osztrák-magyar monarchia megerősítése, a dualizmus fenntartása, a monarchián belüli magyar érdekek képviselete is Tisza István politikai gondolkodásának elkötelezettségének egy nagyon fontos eleme volt. Ha egy értékelést kellene mondanunk Tisza külpolitikai nézeteiről, akkor azt mondhatjuk, hogy a politikai pályája kezdetén az átlagembernél ugyan jóval több ismerettel és világlátással rendelkezett családi háttérből, tanulmányaiból fakadóan, külpolitikai nézeteit azonban alapvetően a magyar közgondolkodás, alapvetően oroszellenes és németbarát nézőpontja határozta meg. Aktív külpolitikai tevékenységet 1912-ig nem folytat, ekkor viszont nyilván politikai szerepvállalásának feladatkörének megfelelően egy viszonylag pragmatikus vonalat kezd követni, különösen kiemelni még egyszer a románokkal folytatott tárgyalásait.